Másfél éve a Csallóköz csodái polgári társulás öt természetfotósának képeiből nyílt kiállítás a művelődési központban. Az akkori tárlat lelkesödön fotóit is kínálta az érdeklődőknek, aki ezúttal önálló kiállítással jelentkezett. Ahogy fogalmazott, a képeket meg kell komponálni, hogy a végeredmény az adott madarak természetes közegét is tükrözze. Minél többet vagyok a természetben, és minél több madarat fényképezek, kezdek rájönni, hogy nincs kedvenc madaram. Ugyanolyan szép tud lenni egy mezei veréb, vagy egy fekete rigó, ami az egész gyakorlatilag csak fekete színű, mint akár a legszínesebb, legszínpompásabb bármelyik madarunk. Nem mindegyik madárfaj van Csallóközben, illetve ami meg is található, vannak félénkebbek, vannak kevésbé félénkek, vannak ritkább fajok. A ritkább fajokra természetesen hosszabb ideig kell felkészülni, és sok esetben előfordul, hogy a hosszas munka eredménye egyáltalán nem sikerül, vagy nem tudunk fényképezni, vagy pedig a fotó olyan, hogy értékelhetetlen, vagy nem használható semmire. Lelkesödön a fényképezés közben az ember gyakran környezetromboló tevékenységével is szembesül. Sajnos egyre többször találkozok azzal is, amit mi emberek teszünk, nem csak a madarakkal, hanem a környezetünkkel is. Nagyon sok olyan madárfaj nincs már Csallóközben, ami valamikor édesapám gyerekkorában még napi szinten vagy megtalálható madár volt, viszont én már nem tudom megmutatni a fiamnak, ugyanis itt nálunk nincs. Az itt kiállított madarak közül legjobb példa erre a szalakóta vagy a gyurgyalag, ami gyakorlatilag Csallóközből eltűntek. Ez mind a mezőgazdasági, ipari termelésnek, illetve mezőgazdasági termelésnek a változása hozta magával, hogy megszűnt az élet fenntartásokhoz szükséges táplálékforrás, ezért kénytelenek voltak elköltözni Csallóközbe. Hál' Istennek nem haltak ki, csak elköltöztek. A Hupján Attila, Bécsi Imre és Kovács Csaba által alkotott Tripti Hall Group első alkalommal a Vermes Villában mutatkozott be. A három magyarországi alkotó által is használt kamera obscura a fényképezőgép ősének tekinthető. Egy lencse nélküli optikai eszközről van szó, amelybe a fény egy apró lyukon keresztül hatol be. Egy-egy expozíciót megcsinálni, az azt jelenti, hogy az ember fényt mér. Már eleve ott van, hogy fénymérőt kell használni. Meg kell várni úgy a napállást, a felhő megy, akkor menjen ki, vagy ha nem ment be a nap elő a felhő, akkor megvárni, hogy menjen be. Sokkal bonyolultabb egy jó expozíciót megcsinálni, mint egy rendes fényképezőgéppel. Le kell ülni, számláló táblázat van, ki kell kalkulálni, és nagyon sokat lehet rajta bonyolítani is. Matematikailag, kémiailag, fizikailag én olyan nyersanyagot használok, amit rögtön kész. Tehát amikor én a 5 perces expozíciót befejeztem, akkor 2 perc múlva a kezembe van ezeknek a képeknek a pici eredetie. Ezeket aztán digitalizálom, nagy felbontó képességgel beszkennelem, és utána lesznek kiprinteltetve ezek a képek. De az eredetik az ekkorák, 9x7 cm-esek. Lelkesödön kiállítása április 25-éig, a Tripti Hall Group tagjainak tárlata pedig április 28-áig tekinthető meg.